a Juventus 103.9-en. Friss, lendületes, őszinte. Jó reggelt mindenkinek, 7 perc múlva fél hét lesz. Itt van Fömötör Márti. És Esperes Ákos. És ugye megcsináltuk ezt a kísérletet, visszarohantunk az udvarról ide a stúdióba. Ez túl szép autó ahhoz. Jó, de tényleg. Sűjtsd rá valahogy, csak nehezen tört szét a helyet. Bélának hívják az Béla autót? Béla az ő és a szerelme. Én nem merem rádobni ezt Bélára most. Nem fogjuk rá. Mert felkészült Béla. Jó, beraktatok rendesen mindenhova? Oké. Okay. Vigyázz, mert arra lövi. Igen, Márti. Ja. Meg te csúk be a hajzet. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hölgyeim és uraim! Ez a Juventus Rádióban a Hello Budapest, a vadonatúj reggeli műsorunk. Lejöttünk egy kicsit a parkolóba, ugyanis igen, az az igazság, hogy igazán friss idő van így kora reggeli órán. Martin szerencsére van melltartót, villantani kéne most, akkor az én lennék. De van egy tojással megállított autók legendája, és ez egy trükkös autólopásra hívja fel a figyelmet tulajdonképpen, amely szerint a bűnözők úgy kényszeríthetnek bennünket ki a kocsiból, hogy tojást dobnak a szélvédőnkre. A tojás ugyanis az ablaktörlő folyadékkal elkeveredve állítólag teljes állagúvá válik, és itt a lényeg, és ez megállásra kényszeríthet bennünket. De lássuk, mi lesz ebből, Horst? Már is felkészültünk, megkérem Bájos és Kecses kolléganőmet, hogy segítsen. Hoztunk le magunkkal tojást, Adri pedig feláldozza autóját, kedvenc autóját, Bélást. Tényleg placsancsom rá erre, gyönyörű szép. Azért ne Adri autóján törd meg. Nem. Figyelj, akkor már is elhaladunk egy kis fához, amin már is megtörte Márti a tojás. Igen, és Mártinak mondhatjuk azt, hogy fehérje folyás a markában. Már is készüljünk arra, hogy ráhelyezzük. Ráhelyezzük Bélára. Igen, Bélára fölülre ráfolyatunk egy tojást. Tulajdonképpen Márti, most... Finom tojás. Tulajdonképpen Adrit, várj egy picit is. Ó, tiszta ablaktörlő folyadék lettem. Mert az az igazság, hogy Adri ablaktörlő folyadékot sprickolt így most az ablakra, a tojást. Vizsgáljuk meg közelebbről a kicsmót, amit kaptunk. Mivel féltünk attól, hogy Adri autójába belefolyik és belebüdösödik a tojásnak a sárgája, ezért különböző törlőkendőkkel tömtük ki Adrinak az autóját, a motorháztetőt és az ablakrészt. Viszont van egy apró trükk, hogy a szélvédőmosó folyadék onnét érkezik. Tehát így igazából meggátoltuk ennek ablakra is megfelelő felületre történő felkerülését. Mondhatjuk azt, hogy Márti most már létrehozott egyfajta pasztát. Innét kiszedem, és akkor tudunk priccelni, és ide helyezem. Most mindenki meneküljön, és csapassad, Adri! Adri priccel, én csalódott vagyok. Tehát mondhatjuk azt, hogy... Na, várjál! Egy mítosszal kérdezik. Jó, állj! A kamerát szeretném megkérni, hogy jöjjön ide, és mutassuk meg. Tulajdonképpen az ablakmosó folyadék vegytisztán lemossa a tojás sárgáját és a fehérjét is. Tehát mondhatjuk azt, hogy Béla lehánja magáról a fehérjét. Tulajdonképpen egy tojás arcpakolást kapott így kora reggel. A teljes állagot azt nem látom. Hát egy mítosszal tényleg kevesebbek lettünk, úgy tűnik. Tulajdonképpen Béla nagyon jól vizsgázott, Adrinak köszönjük szépen, hogy Bélát autójának ez a neve rendelkezésünkre bocsátotta. Egy városi legendával tehát kevesebb. Tojásos lett az orrom igazából, meg ablaktörlő folyadékos, úgyhogy nem tudom, nem szeretem én ezt a munkát. Ebből is látszik, hogy a nők mindenben beleütik az orrukat. Nem, ők viszik el mindig a balhét, és ők viszik el a piszkos munkát. Ennyit a kirándulásról, megyünk vissza a stúdióba, és készítjük a műsort, mert jönnek a hírek. Rohanunk, Andris, várj meg minket, kérlek. Megcsináltuk ezt a kísérletet, visszarohantunk az udvarról ide a stúdióba, és hát lemosta a szélvédő mosó folyadék tulajdonképpen a tojás fehérjét. Mi csalódottak voltunk, ám de... Elégedetten hátradőltünk itt bent a stúdióban, és azt mondtuk, hogy ha-ha, megcáfoltuk. Egyszer csak megjelent Zsuzsa az ajtóban. Zsuzsa, a takarító hölgy itt nálunk a Juventus Rádióban. Beállt az ajtóba, megtámaszkodott. És egy kikezdhetetlen érvel azt mondta. És a következőt mondta. Gyerekek, ezeket meleg forró szélvédőre placsantják, ott ugye kicsapódik a fehér, és akkor tényleg teljes állagúvá válik. Igazából akkor most mi ezt hideg szélvédőn próbáltuk ki, legközelebb majd akkor meleg szélvédővel próbálkozunk. Tehát azt is mondhatnánk, ez egy szezonális városi legenda, júniustól szeptemberig lehet ez. De szeptember után már nem kellett törfe. Augusztus 20-a után már nincs nagy meleg, akkor megdöglik a buli, mondhatjuk így is. Hello Budapest! A Juventus 103.9-en.